Földváryné Simon Ilona Anna igazgató elmondta, a népviselet napjának küldetése, hogy felhívja a figyelmet a népviseletek szépségére, változatosságára, közös értékeinkre. Nagyon készültek a gyerekek, a Harangvirág néptánccsoport tagjai, a Varró 4-ből és a Calvin út 5 szám alatti telephelyről. Természetesen készültek az osztályközösségek, illetve készültek a szülők is, valamint a pedagógusok is segítettek a gyerekek felkészítésében, hiszen egy közös táncházzal zárult ez a színes tarka program, és hát ezeket a táncokat azért előre egy kicsit próbálták begyakorolni. A táncház zenéje és tánca a moldvai táncra épült. A moldvai tánc az egy ősi magyar tánc, tehát nem véletlenül ezt választottuk. Kicsit nehéz megtanulni, de aki megtanulja a lépéseket, az utána nagyon szereti, nagyon fülbemászó a zene is, és ezért is választották a kollégák. A gyerekek és az igazgatónő is magára öltött egy szép népviseletet, így a Városháza előtti térre hívták közös táncra az érdeklődőket, de volt itt a tánc mellett csergetés és gólyalábazás is. Magyarországon 2015 óta van olyan nap, hogy a jeles napok kategóriájában, hogy a magyar népviseletnek a napja. Nagyon fontosnak tartjuk a néphagyományőrzést. Nyilván nagyon sokan Magyarországon, ezért is lett a népviseletnek tulajdonképpen egy napja, amit természetesen meg is érdemel. Iskolánkban is a gyerekek, a közösségek, a pedagógusok a népviseletnek egy-egy darabját felvették. Fiúk kalapot, volt aki kis csizmába jött, a lányok szoknya, blúz, én is egy szép népviseleti blúzt vettem fel, és így tisztelem meg ezt az ünnepet.